abban az értelemben nekünk, hogy Sebessé Juliának, aki utolsóként mutatja be a kürjét ebben a csoportban. És aki, hogyha jó kürt fut, akkor nagyon-nagyon sokat előrelépett. Akár a legjobb hatba kerülhet könnyedén. Dupla Axel csodálatosan. De jó kezdés. Csodálatos. Ezt elrontott, egy kicsit tartott is tőle, utána elmosolyodott. Ezt elrontotta a selejtezőben, elesett a lucból. Egészen szép tripla flip. És rögtön egy tripla tolup. Picit bizonytalanabb az érkezés. Még egy tripla luc. Tripla Szálhof. Egy másik tripla tolup. Gyönyörű. Gyönyörű. Hát ez a program az első csoportban kellett volna, hogy fusson, magasan kiemelkedik az eddig látottak közül, úgyhogy esély nincsen arra, hogy bárki is megelőzze, esély nincsen arra, hogy én úgy gondolom, hogy egyetlen pontozóbíró is akár csak a második helyre sorolja ezt a kört. Kizárt dolog. Ez a kür itt a mai délután folyamán azok közül, amiket eddig láttunk, egész biztos, hogy a legjobb volt. Ebben nincsen vita. A kérdés az,
És ez nagy kérdés, hogy mire lesz elég. Talán elég lesz. Hát nem merem azt mondani, hogy dobogóra elég lesz, mert a 11. helyről a dobogóra följönni, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell rontania. Nagyon sokaknak és nagyon sokat kell rontania, úgyhogy én azt mondom, hogy abba azért annyira ne bízzunk, de a dobogó közelébe valahova, egy 5.-6. helyre, egy 6. talán mindenféleképpen, esetleg egy 4.-5. De ahhoz már szerencsésnek kell lenni. Ami érdekes az, hogy ő bátran megcsinálta az ugrás kombinációt, a Lutz-Tolup kombinációt pedig a rövid programban pontosan ezért került elég rossz pozícióban, mert az ő rövid programját csak a 11. helyre rangsorolták a pontozóbírók, és pont a hiányzó ugrás kombináció miatt, amit itt most nagyon profin megcsinált, és azon kívül minden egyes tripla, amiből belement, szinte mindegyik teljesen hibátlanul sikerült, úgyhogy mindegyik számítani fog a pontozóbíróknál. Tavaly 6. volt, a világbajnokságon 7., ami talán még magasabbra értékelendő pozíció, mint egy Európa-bajnoki 6. hely. 5-3, 5-4, 5-5. Óvatosak még a pontozó bírók, hogyha az első csoportban korcsolyázott volna, akkor ezek valószínűleg 1-2 tizeddel magasabb pontok lennének. De lehet, hogy az első csoportból rontani fognak, és ez elég lesz. Hát mondjuk ezért olyan nagyon nem kellett izgulni, a művészi hatása elég alacsony pontokat adnak, szóval a technikához képest azért érdemes megfigyelni, a pontozóbírók többsége művészi hatása alacsonyabb pontot ad. Nem biztos, hogy ez így korrekt, bár ők tudják, hát nem tudom, lehet. Lehet, hogy még óvatosak, és itt fogták egy kicsit vissza magukat, mert a technikára nem foghatták vissza magukat olyan.